himnusz eléneklésével vette kezdetét péntek délután a Vármegye napi ünnepség. Az elmúlt évekkel ellentétben idén nem a Vármegye egyik településén rendezték meg az eseményt, ennek ezúttal a Vármegyeháza díszterme adott otthont. Az ünnepi köszöntőket követően pedig a vármegyei kitüntető díjakat is átadták, összesen 14-en kaptak elismerést. Az elmúlt évben a Vármegye ősi középkori Árpád-kori székhelyén Szabolcs településen, és hát nyilván onnan jött az ötlet, hogy akkor most a mai Vármegye, a 21. századi Vármegye fejlődő központjában, Nyíregyházán tartsuk a megyenapi ünnepséget, itt a Vármegyeházán. Ez a helyszín is számunkra nagy büszkeséget jelent, sok élmény fűződik sok embernek ehhez, és hát különösképpen szép alkalom volt ez a mostani kitüntetés átadás, ismét elismerettük a kiválóságainkat. Szabó Tünde kormánybiztos, Nyíregyháza országgyűlési képviselője arról beszélt, a Vármegye az utóbbi másfél évtizedben számos területen fejlődött. Örömteli, hogy a közelmúltban hangsúlyos előre lépések történhettek, többek között a közlekedés fejlesztésében, a vállalkozások fejlesztésében, vagy éppen a foglalkoztatásban és a felnőtt képzésben is. Jelentős kormányzati források segítették a közbiztonság erősítését, a járdák, a hidak, vagy éppen az utak, vagy az óvodák, bölcsődék és az általános iskolák megújítását is. És óriási eredmény, hogy Nyíregyháza a nemzetgazdaság szempontjából meghatározó, fejlődő évű megyeszékhelyé vált. A rendezvényen összesen 14 személy részesült a Vármegyei Önkormányzat elismerésében. Idén két személynek adtak át prokkomitátú díjat. Marik Sándor újságíró és Bodnár Gáspár a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója vette át az elismerést Sesztál Koszkártól, a közgyűlés elnökétől. Az ember a napok sűrűjében végzi a dolgát, végzi a munkáját, és egyszer csak arra ébred, hogy ezt mások is észreveszik és nagyra értékelik, hiszen ilyen magas kitüntetést kaptam a Vármegyeházán, amire nem számítottam. Tehát ahogy ezt szokták mondani, ez nem csak az én díjam, hanem a csapatom díja, hiszen egy olyan csapat van mögöttem, akikkel érdemes előre haladni, és sok sikert tudunk velük elérni. A Vármegyenapi rendezvény ünnepi beszédét Olá Gábor területfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár mondta el. Kifejtette, a TOP keretében az elmúlt 10 évben közel 175 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg a Vármegye 650 helyszínén. A politikust a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés ezüst emlékéremmel adományozta meg a térség fejlődéséért tett erőfeszítéseiért. Elnök úrral, illetve a Vármegyei Önkormányzattal immáron 10 éve tudunk együtt dolgozni, és ennek a munkának azért nagyon sok szép eredménye van. Több mint 700 ponton tudunk beavatkozni a Vármegye életébe, óvodákkal, iskolákkal, kerékpárutakkal tudjuk segíteni azt, hogy a helyben élők jól érezzék magukat, és boldogabb életet tudjanak élni. Megszülte hűtlen gyermekét. A Vármegyenapi ünnepség kulturális élményét a pénteken szintén kitüntetésben részesülő Mandala Dalszínház műsorai biztosították. Akármi történt, mindig büszke nő maradt, így élt a sok-sok